Hello mindenkinek! A mai videóban még mindig folytatom a korai lépéseket. Egyébként már csak egy maradt ezután a videó után, amikor is ki fogom fejteni a naptejeket. De akkor a mai videóban az arcmaszkok típusairól, funkcióiról, magáról az arcmaszkokról fogok bővebben beszélni, és be is mutatok több fajta arcmaszkot, ami nekem van itthon, és amiket én használok. Ezek a típusú arcmaszkok általában bambusz vagy kottonanyagból készülnek, tehát természetes anyagból egyébként, és vagy eszenciába, vagy szérumba vannak áztatva, amit utána felhelyezünk ugye az arcra. De mi is az értelme az arcmaszkoknak, főleg ennek a típusnak? Az arcmaszkok lényege, hogy hosszú ideig maradnak a bőrön, valamint úgymond lezárják a bőrfelületet, ami azt is elősegíti, hogy amilyen anyagba van áztatva, az teljesen bejusson a bőrbe, és ne csak egy picit szívjon fel, hanem arra késztesse a bőrt, hogy minél többet vegyen fel. Míg egy arckrémből, vagy hogyha csak felviszünk egy szérumot, vagy felviszünk a kezünkre egy eszenciát, és utána beletapogatjuk a bőrbe, ott csak azt a bizonyos mennyiséget veszi fel a bőr, amit akkor hirtelen felviszünk. De lehet, hogy még tudna szívni többet abból a termékből. Tehát itt azt segítjük elő, hogy a maximális mennyiséget vigye be a bőrbe, és itt szinte addig szívja a bőr, amíg már köszöni szépen. Tehát teljesen fel tudjuk vele tölteni a bőrünket. És mivel anyag van a bőrünkön, így abban is segít, hogy ez ne párologjon el szívódás közben. Főleg tonikoknál vettem észre, felfújom, és ahogy sétálok, vagy jövök, megyek a ház körül, érzem, hogy be is mi jut a bőrbe, de mintha el is párologna egy kevés. Mert nyilván ugye szárad egy ruha, amikor kitesszük a teregetés folyamán, tehát ugyanez történik a bőrrel, nincs lezárva az a tonik rajta, még nem szívódott be, tehát szárítja a levegő is. Na most az arcmaszkok ezt gátolják. Tehát ami eszenciában van beáztatva az a bizonyos arcmaszka, segít abban, hogy egyrészt ne párologjon el, valamint minél többet vegyen fel a bőr, minél több ideig. Az arcmaszkok még arra jók, hogy egy lépésben több lépést tudunk felvinni. Már nem kell a szemkrémünk, már nem kell eszenciánk, a szérumunk. Emellett természetesen a maszkok relaxálásra is kiválóak, vagy amikor lefekszel aludni lassan, de nincs kedved elővenni az összes lépést és egyenként felkenegetni, hanem csak arcpermettel lefújod az arcod, felcsapod a maszkodat, 20 perc vagy 15 perc múlva leveszed, arckrém és mehetsz aludni. Ez főleg akkor is segít, amikor hirtelen derül ki, hogy menned kell egy esküvőre, vagy menned kell egy bulira, másnaposan felkelsz. Ez több olyan alkalomkor jó, amikor hirtelen sok mindent frissíteni és be akarsz vinni, táplálni a bőrödben. Például az esküvőm előtt, nem tudom, emlékeztek-e, kiteszem akkor ide a videót, amikor csináltam esküvői vlog videót, hogy hogyan készülök az esküvőmre, miket szereztem be, és a bőrápolás, és olyankor vettem nagy kiszerelésű arcmaszkot, és az egész családom használta velem együtt előző éjszaka. Természetesen vannak másfajta arcmaszkok is, ezek nyilván a tápláló és hidratáló típusú arcmaszkok, vannak még lemosható arcmaszkok is, nekem csak a honey maszk van itthon, mert én nem nagyon szeretem, meg lusta vagyok ezekhez. Én szeretem inkább tévéknézés közben az ilyesmit, nem akarok utána megint visszamenni a fürdőbe lemosni. Ez az egyetlen arcmaszkom, amit használok, ez a Honey Mask az I'm From-tól, már korábban mutattam nektek, úgyhogy szerintem nem újdonság. Ezt egy applikátorral kell jó
gazdagon felvinni a bőrre, és ezt akár egy óráig is rajta hagyhatod. Ezt mindig akkor használom, amikor fürdök, ritkán, inkább zuhanyozni szoktam különben, de amikor van időm, mondjuk vasárnaponként a kis zsadorolajamat beöntöm a kádba, felteszem ezt a mézmaszkot, és pihenek. Akkor van ideje, hogy beszívódjon. Tudjátok, hogy imádom a mézet, mint összetevőt a bőrápolásban, úgyhogy ez az egyetlen lemosható arcmaszkom. Vannak aztán hámlasztós arcmaszkok is, vagy amolyan, vagy agyagarcmaszkok is, a clay típusúak, ami pórus tisztító, vagy hámlasztó funkcióik vannak. Azok szintén olyanok, hogy mondjuk egy vastagabb állang, arányosan felviszed, vagy csak a T-zónára, vagy az egész arcra, azokat sokszor le is lehet húzni a bőrről, és akkor látod, miket vett ki a pórusaidból. Hámlasztó összetevőik vannak, és akkor bőrhámlasztás segítik elő. Én azokat a maszkokat nem annyira szeretem erőltetni, egyrészt mert el tudják vékonyítani a bőrréteget, irritációt, ilyesmi. Nem borzasztóan olajos, pattanásos a bőröm. Azok nagyon-nagyon-nagyon tudják szárítani az arcbőrt, mert abszolút kiveszik a vizet a bőrből, úgyhogy nagyon dehidratált lesz tőle a bőr. És én ugye vízhiányos vagyok, tehát nálam ez abszolút nem működik. Nálam inkább a minél több vizet és minél több jóságot be a bőrbe. Miután most csak röviden így elmondtam nektek az a maszk típusokat, szeretném akkor megmutatni, hogy milyen maszkjaim vannak nekem, és mik azok, amiket használok, és miért. Amikor rendeltek a YesStyle-ról, általában mindig adnak vagy mintát, vagy egy ingyen egy arcmaszkot. Nekem ezek az arcmaszkok például így jönnek, ezek az állatos kinézetű arcmaszkok, amikre én pénzt költök és én veszek, az például a Bentontól a Snail Bee. Ez 10-es pakkal szoktam venni, a leges-leges legjobb arcmaszk. Nagyon-nagyon szeretem. A teafásat szoktam venni, ez sem újdonság, már szerintem mutattam nektek többször az Isntree-től, vagyis az Innisfree-től, mert a teafa nagyon jó pattanásokra, mert baktériumölő, és nagyon jól hidratál is. Zöld tea arcmaszkot szoktam, ezt is ismeritek az IPU-tól. Ez azonban nem egyesével van csomagolva, hanem dobozba, tehát ez inkább természetbarátabb is. Már jócskán az anyán járok, de ugye belenyúlsz és kiveszel egy darab sítet, és azt viszed fel az arcra. És ugye szeretem a csiga maszkokat, ha nem mézes vagy hidratáló, akkor nagyon szeretem a csiga kivonatost, ugyan ez is csigás, de ebben van teafa, van zöld tea, és van benne ugye a mély méreg is, tehát ezt ritkábban használom, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag arc maszk, ezt nagyon szeretem. Ezek inkább hidratáló, tápláló maszkok, ez a fajta, vagy ez a típusú csigamaszk a Mizontól. Tehát ebben érzem, hogy ez inkább csak a hidratálás és a csiga kivonat. Ebben tartom mindig a maszkjaimat. A hűtőbe, tudjátok, van alul a fiókos rész, oda rakom be a falra oldalt, valamint ezt is a hűtőben tartom. Arcmaszkot érdemes egyébként is a hűtőben, mert nagyon kellemes és frissítő érzés, amikor felviszed, meg egyszerűen csak nagyon szeretem, levisz puffadtságot, de főleg, oké, másnaposan tényleg érzed a különbséget. Egyszer kipróbáltam, mit tud művelni az arccal másnaposan, nyilván még terhességem előtt jóval. Nem semmi. Mindent eltüntet az arcodról, nagyon jól frissít és nyugtat, puffadtságot, pirosságot levisz,
és visszatáplálja a bőrt, valamint ugye az alkohol dehidratál, szintén vizet vesz ki a bőrből. Az arcmaszkok visszateszik, hogy egy maszkolás előtt előkészítsük a bőrünket. Leginkább mikor teszek fel maszkot? Vagy felteszek egy erősen hidratáló, vagy nyugtató, vagy teafás maszkot, azt általában szeretem reggel vasárnaponként. Tehát megmosom az arcom, csak egy hidratáló tonik, és mehet rá a maszk. Amikor olyan maszkot választok, ami mélyen táplál, pórust kezel, pattanás, gyulladás csökkent, ilyesmi, nem csak frissítő hidratálót, akkor nagyon szeretem ezeket a maszkokat inkább úgymond hámlasztás után. Én ugye fizikai hámlasztásra a Neogen zöld teás hámlasztó korongjait szeretem használni. Már tettem fel korábban videót, de akkor gyorsan megmutatom. Két oldala van, van egy nagyon finom pamut textúra, és van egy kicsit érdesebb, erősebb textúra, ezzel szoktam kezdeni, ezzel átdörzsölöm a bőröm, arcmosás után természetesen, tehát tiszta arcfelületen, és jól lemasszírozom az elhalt hámsejteket, esetleges dolgok, amik még a pórusban lehetnek, vagy a bőrfelületemen, azokat távolítom el, nyakamat nem kihagyva. Ezt most egyébként meg is tettem. Majd pedig leöblítem, tehát ez nem maradhat fent az arcbőrön. Mindig felfogom a hajam, egyébként is. Tehát ezt mindig megteszem minden arcmosás előtt, mert nem szeretem, ha benne van a hajam, és nem is tudom rendesen megmosni duplán az arcomat szerintem, vagy hámlasztani rendesen. Úgyhogy ezt egyébként is meg szoktam tenni. Érdemes felvinni egy tonikot. Ilyenkor ugyanis, főleg a hámlasztás után, eszméletlenül sima, puha az arcom, de száraz. Tehát a jó olajokat is, mindent kivettem a bőrből. Ami azt jelenti, hogy egy picit a pH-mat vissza kell, hogy hozzam, mert azt akarom, hogy a maszkból minden egyes jó kis dolgot beszívjon a bőröm, és jó mélyen fel tudjon szívódni. Ehhez két tonikot szoktam használni, őszinte leszek, a hidratálós maszkok előtt csak a bambuszost viszem fel, ugye, ami csak vizet visz be a bőrbe, de már felnedvesíti, úgyhogy többet fog beszívni a maszkból. Egyszer említettem nektek, hogy kell elképzelni, miért jó a tonik és eszencia lépés a bőrápolásban, de kiteszem a videót, nézzétek meg egyébként. Úgy kell elképzelni, mint egy száraz mosogató szivacsot. Amikor elkezdesz mosogatni, és mondjuk száraz a szivacs, és kiöntesz például a pulton egy pocsaját, egy kis vizet, és odarakod a száraz szivacsot, mennyit fog felszívni, vagy a már benedvesített szivacsot teszed oda, nyilván gyorsabban is többet fog felszívni, és mélyebben. A bőrünk ugyanez. Tehát érdemes mindig maszk előtt csak egy hidratáló tonik lépést beiktatni. Mivel most nem egy zöldteás, teafás, hidratálós arcmaszkot fogok felvinni, hanem egy mélyen tápláló maszkot fogok felvinni, ezért a zöldteás tonikomat, arcpermetemet használom. Aki nem tudja, ezt a tonikot használom, csak ugye én sprés üvegbe szoktam beletölteni. A szám. A számot mindig érzem, főleg most, hogy terhes vagyok, hogy nagyon száraz, úgyhogy az örök kedvenc, minden videóban csak ezt látjátok szerintem kb., vagy még a diorosokat, de éjszakára a maszkolás itthon a Laneige sleeping maszkját használom. Egyébként van hozzá egy applikátor, amivel fel kell vinni, mert ugye tudjátok, hogy nem fogdossuk a terméket, és nem visszük bele a koszt meg a baktériumot, hanem muszáj. A világ legjobb lipmaszkja.
Majd pedig, miközben elkezdi beszívni a bőrünk a felvitt tonikot, kinyithatjuk az arcmaszkot. Még mit kell tudni az arcmaszkokról? Azt, hogy át van áztatva, ami azt jelenti, hogy sokkal több termék marad akár még ebben a tartóban is. Én ezt felszoktam használni, de majd azt is meg fogom mutatni. Nagyon finoman, mert ezek bambusz vagy pamut anyagból vannak. Általában tiszta, organikus anyagokból vannak ezek a maszkok. Nem minden maszk, de például ennél, ezért is akartam ezt mutatni ma a mai videóban, észre fogjátok venni, hogy nem csak itt az orránál kell lehajtani egy részt, hanem a szeménél is van egy extra rész. Majd ezt mindjárt elkezdem kifejteni, de tegyük fel először a maszkot. Én mindig itt szoktam elkezdeni, homloknál, és onnan haladok. Természetesen a maszk általánosan van mindig kifejlesztve, nem mindig tökéletes az emberek arcán, arcformáján, valakinek nagyobb, valakinek kisebb, ezért igyekezzünk mindig meghúzni, szélesíteni, egyenesíteni, ilyesmi. Ritka, de ennek úgy van kialakítva, igen, ilyenkor máshogy szoktam beszélni, a férjem is mindig röhögni szokottam. Úgy van kialakítva a szeménél a rész, hogy minél több részt fogjon le a szem alatt. Jó, rásimítom. Sokan használják, tudjátok, azokat a kvarc rollereket az arcon. Az nagyon jó maszkokon, hogy belemasszírozza és beledolgozza a bőrbe. És mindig felviszem mellkas, nyak, a felesleget, kézfej, ilyesmi. Amikor feltettük, elolvassuk minden egyes maszk hátulján, hogy hány percet ír. Van úgy, hogy csak 15, van úgy, hogy 20-25, van úgy, hogy 30 perc. Ez például 10 és 20 perc között. Amikor több időt ad meg, egy nagyobb idővallumot, nem azt mondja, hogy igen, 10 perc vagy 20, az azt jelenti, hogy bőrtípustól függően. Ha nekem most nagyon száraz, tegyük fel a bőröm, beszív mindent, 10 perc alatt fel is veszi, viszont 10 perc után elkezdem érezni, hogy úgy szárad rá a maszk az arcomra. Na, az annak a jele, hogy a maszk kezd el kivenni a bőrből hidratáltságot, nedvességet. Ezt el akarjátok kerülni, azt akarjuk, hogy a maszkból bejusson a szervezetbe, a bőrbe. Jó, úgyhogy ezt figyeljétek, minden maszknál ez egy nagyon fontos szabály, mert elkezd visszafele venni. Egyébként 15 percet vártam, de egy kicsit feszül, ahogy mozgatom, úgyhogy inkább már most levettem. Most nyilván pizsama van rajtam, úgyhogy nem fogom itt annyira most a testemet megcsinálni vele. De ezt szoktam tenni, valamint utána a maradékot csak finoman beletapogatom még a bőrbe. Ez a maszk, mivel elég jól feljön a szememig, nem szoktam szemkrémet utána felvinni. Az maszkokat nagyon fontos lezárni arckrémmel. Ez azért fontos, de szerintem már készítettem nektek külön videót az arckrémekről, hogy miről is van szó, amikor arckrémről beszélünk, miért fontos a használata és mi a funkciója. Egyébként azért, hogy lezárja a bevitt tápanyagokat, vitaminokat, olajokat, hidratáltságot, nedvességet, mindent bent tart a bőrbe. Valamint védőréteget is képez, mivel hogy az arckrémek ugye csak a bőr felső hámsejtjében dolgoznak. Ma csak a legkönnyedebb arckrémemet használom, a Snail All-in-One Tamizontól.
Ha már snail, akkor kössük meg snail-lel. Egyébként egy sima zöld társat is felvihettem volna az Innisfree-től, de nem akartam. Valamint ez egy nagyon könnyed arckrém, úgyhogy ezt most, mivel napközben csináltam nektek a videót, így ez most nekem könnyebb, hogy viseljem egész nap. Estére tudjátok, hogy mindig tápláló arckrémeket szoktam felvinni. Remélem, hogy akkor a mai videó is segített nektek jobban megérteni, hogy miért jók az arcmaszkok, és hogy igenis legyen egy én időnk, legyen időnk magunkra, még ha nincs akkor is, és igenis jó leső, és tápláló, és frissítő lehet egy arcmaszk. Csajos programokon is eszméletlen jó, amikor nálatok alszik a barátnő, vagy ti alszatok a barátnőtöknél. Ajándékban is nagyon-nagyon szeretek adni a barátnőimnek, mert ők is imádják, és ez mindig jó. Ha tetszett a mai videón, kérlek iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, kövessetek Facebookon és Instagramon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!